Hatalmas szemétkupac égtelenkedik Kalocsa határában egy szántóföld mellett. Háztartási hulladék, építési törmelék, biciklikerék, lábasfedő és még egy fotel is megtalálható volt a szeméthalomban. Az illegális szemétdombot októberben fedezte fel a szántóföld tulajdonosa, mely után bejelentést tett a kalocsai kapitányságon, miszerint külterületi földjén ismeretlen tettes, nagyobb mennyiségű hulladékot helyezett el. A rendőrök az adatgyűjtés során kiderítették, hogy a többek közt iratokat, ruhaneműt, szőnyeget, bútorokat és játékokat tartalmazó hulladékot csupán néhány utcával távolabbról szállították a sértett területére. A házban, ahonnan a néhány köbméternyi szemét származott, lakásfelújítást végeztek, majd a feleslegessé vált dolgokat egy testvérpár talicskával tolt el a város szélére. A nyomozók a két fiatalkorút, egy 16 és egy 17 éves fiút hulladék gazdálkodás rendjének megsértése büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A gyanúsítottak az eljárás során szabadlábon védekezhettek. Nem ritka a hasonló eset városunkban, illetve környékén. Többször is beszámolt tévénk a maguktól keletkező szemétdombokról. Legutóbb itt a Hősök útja és a Dózsa-György utca találkozásánál keletkezett oda nem illő halom, melyet azóta rendbe tettek és szerencsére nem is alakult ki újra. Városunkban talán az egyik legproblémásabb pont a Petőfi Sándor utca végén található. Itt úgymond visszatérőnek nevezhető a probléma, rendszeresen keletkezik hatalmas szemétkupac, melyet időnként az illetékesek eltakarítanak, ám mindig visszagyűlik a szemét. Ennek megoldására térfigyelő kamerákat is kihelyeztek, amelyeket többször megrongáltak. A határba talicskával szemetet hordó két fiú ügyét a napokban zárták le. Az iratokat vádemelés javaslatával küldték meg az illetékes ügyészségre.